Jó hírrel zárta az évet a Magyar Kanizsai Önkormányzat. Fejsztámer Róbert polgármester és Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője társaságában bejelentette, a köztársaság 50 millió dinárt utalt át Magyar Kanizsának az újabb szennyvíztisztító kiépítésére. Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt együttműködésének egy újabb bizonyítéka. Nagyon sokan forgatják a szemüket, vagy pedig legyintenek, amikor a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség együttműködéséről beszélünk, és nagyon sokan próbálják meg azt láttatni a közvéleményben, hogy ennek az együttműködésnek semmilyen eredménye nincs. De ez egy nagyon konkrét bizonyítéka ennek az együttműködésnek, hiszen a szerbiai kormány dönt az év utolsó napjaiban, hogy mely önkormányzatok jutnak ilyen típusú támogatáshoz, és hát ennek a támogatásnak az elnyeréséhez két dologra van szükség. Az egyik a jó projektum, amivel a Magyar Kanizsai Önkormányzat rendelkezett, a másik pedig a jó politikai hátszél, amellyel Magyar Kanizsai Önkormányzata szintén rendelkezett. Magyar Kanizsa polgármestere sem rejtette véka alá örömét és elégedettségét a szerb kormány döntése hallatán. Fejsztámer Róbert ismételten kihangsúlyozta, a nagy horderejű beruházáshoz nem csak a 15%-os önrészt, hanem az előfinanszírozáshoz szükséges összes pénzt elő kell teremteni az önkormányzatnak, s ehhez nagyon jól jött ez az 50 millió dináros támogatás. Ennek a teherviselésnek egy részét tudta enyhíteni ez a támogatási injekció, így az év végén, hiszen teljes projekt szempontjából több mint 220 millió dináros projektről beszélünk, aminek a 60-70%-át elő kell majd finanszírozni, és hogyha azt tudjuk és azt nézzük, hogy az önkormányzati költségvetés nagyjából 720-750 millió dináron szokott megállni éves szinten, akkor rögtön ki lehet számolni, hogy ez megvalósítás szempontjából mennyire komoly fejtörést tud okozni az önkormányzat számára. Ezzel a támogatással és ezzel a jó együttműködéssel az önkormányzat és a köztársasági szervek között megint csak eljutottunk egy olyan kommunikációs, együttgondolkodásos és hosszú távon együttműködő szintre, ami nagyon remélem, hogy nem csak egyedi alkalom volt, hanem majd minden évben valamilyen formában meg tud ismétlődni, hiszen az önkormányzatnak a költségvetés kiegészítéséhez, az ő helyi projektjeihez mindenféleképpen nem csak a tartományi támogatást, hanem a köztársasági támogatást is szüksége van. A sajtótájékoztató nyújtotta lehetőséget kihasználva, Pásztor Bálint az idei év eredményeiről is szólt. A tavasz folyamán elfogadásra került a tiszai hajózásról szóló szerb-magyar egyezmény. Ez azért fontos, mert nekünk meggyőződésünk, hogy az infrastruktúra fejlesztés közvetve az életszínvonalnak a növekedését fogja és az új lehetőségek megnyilását fogják jelenteni turizmus szempontjából is és sok más tekintetben. A Tisza nemzetközi hajó útvonallá vált, illetve egy 62 éves szerb, illetve pontosabban akkor még jugoszláv-magyar egyezmény került fölváltásra ezzel az egyezménnyel. Maradván az infrastruktúránál, a vasútra áttérve, most először került bele az országos vasútfejlesztési stratégiába három olyan vasútvonal felújítása, illetve kiépítése, amelyek magyar szempontból jelentősek, és olyan projektumokról van szó, amelyek fontosságáról minden fórumot kihasználva a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai már 20 éve beszélnek, de most először történt az meg, hogy országos szerbiai vasútfejlesztési program tartalmazza ezeket az elképzeléseket, tehát államilag fölvállalt projektumokról van immár szó. Az egyik a Szabadka-Szeged-Baja vasútvonal, a másik a Budapest-Belgrád, amelyről mindenki tud, a harmadik pedig a Szabadka-Pancsova vonalnak a felújítása, illetve korszerűsítése. A köztársasági képviselő kitért arra is, hogy az idei évben Szabadka és Zenta is jelentős eszközökhöz jutott az országos költségvetésből. Olyan projektumokat pénzel most már évekre visszamenőleg stabilan a köztársasági kormány, amelyek 2014 előtt nem voltak megoldva. Több évtizedes projektekről van szó, mint például a Szabadkai kerülőút, ami regionális jellegű,
az Y-ág, amire 800 millió dinárt sikerült biztosítani. Regionális jelentőségű a Szabadkai Népszínház épülete is, amire 166,9 millió dinár lett elkülönítve. A kisebbségi alap pénzelésére is 12-szer annyi pénz fog jutni a jövőben, mint az előző években. Áttérve a mezőgazdaságra, egy több éves ígéret valósult meg a földtörvény módosításával. Szeptember első napjaiban módosult a földtörvény annak érdekében, hogy megvédjük a termőföldet, illetve a mi mezőgazdasági termelőinket. Így az Európai Unió állampolgárai közül azok fognak tudni földterületet vásárolni, akik legalább 10 éve annak az önkormányzatnak a területén laknak életvitelszerűen, amelynek a területén termőföldet szeretnének vásárolni. Emellett 10 éve bejegyzett mezőgazdasági termelői státussal kell, hogy rendelkezzenek Szerbiában, valamint legalább 3 éve meg kell, hogy műveljék azt a termőföld, azt a parcellát, amelyet szeretnének megvásárolni. Egy komoly veszélyt sikerült ezzel a megoldással elhárítani, és a Vajdasági Magyar Szövetség volt az a párt, amely legkorábban kezdett erről a veszélyről beszélni, még 2013. december 26-án tettem fel a parlamentben Alexander Vučićnak ezzel kapcsolatban kérdést, és most az idejében sikerült a határidő lejárta előtt ezt a kérdést orvosolni. Azért mondom, hogy a határidő lejárta előtt, mert ha ez nem történik meg, akkor az idejév szeptemberétől az Európai Unió állampolgárai, a szerbiai állampolgárokkal azonos föltételek mellett vásárolhattak volna termőföldet. Szintén a mezőgazdaságnál maradva, a kistermelői szabályzatnak az elfogadása nagyon jelentős. Az egyik kampányban éppen itt a magyar-kanizsai piacon kérdezték az emberek, hogy mikor fog olyan szabályozás születni Szerbiában, amely az Európai Unió több országához hasonlóan lehetővé teszi a termelőknek, hogy eladják a termékeiket, a földolgozott húst, illetve a tejtermékeket. Ez megoldódott az év utolsó napjaiban, több évnyi munkát követően került elfogadásra a mezőgazdasági minisztériumban ez a kistermelői szabályzat. Jelentős az, hogy végre az ipard támogatáshoz fűződő kiírások megjelentek, így a gazdák a prosperitátihoz hasonlóan majd az ipard eszközökre is tudnak pályázni. És talán az sem elhanyagolható, hogy megint csak több éves küzdelmet követően született egy törvény, amelynek értelmében a szülés- és gyermeknevelési juttatást a mezőgazdasági gazdaságok hordozói is igényelhetik, tehát azok, akik mezőgazdaságból élnek, mezőgazdasági termelőként. A mezőgazdaság területén egy hatalmas adósságunk van, és dolgozunk ennek az adósságnak a ledolgozásán. Ez a nyugdíjbiztosítási járulékoknak a kérdése a mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan. Megalakult egy tárcaközi munkacsoport a kormányban, és nagyon remélem, hogy belátható időn belül elfogadásra kerül az a törvénymódosítás, amely igazságos alapokra fogja helyezni a nyugdíjbiztosítási járulékfizetés kérdését a mezőgazdasági termelők számára. Ugyanígy parlamenti eljárásban van a közlekedésbiztonsági törvény, bármikor elfogadásra kerülhet bármelyik következő parlamenti ülésen. Ennek az a lényege, hogy a mezőgazdasági kapcsolható eszközöket nem kell majd műszaki vizsgára vinni, illetve nem kell bejegyezni, nem kell regisztrálni. Ez is egy több éves ígéret, és bekerült a törvényjavaslatba, amely a parlament napi rendjén fog a közeljövőben szerepelni. Ha valaki föllapozza és megnézi a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség koalíciós szerződésének a mezőgazdasági fejezetét, akkor azt fogja látni, tapasztalni, hogy a nyugdíjbiztosítási járulék kérdésén kívül az összes többi kérdés már most valamivel több mint másfél évvel a választásokat követően megoldódott és kipipázható. A VMS képviselői az oktatás területén 18 módosítási indítványt nyújtottak be, amelyeket a szerb kormány el is fogadott. Sikerült megőrizni a nemzeti tanácsok, de a tartomány hatásköreit is. Ugyanakkor eredmények születtek a részarányos foglalkoztatás terén is, mondta Magyar Kanizsán elhangzott évértékelője végén Pásztor Bálint köztársasági parlamenti képviselő.